A radarban már többször láthattak riportot a Nemzeti Védelmi Szolgálatról. A szervezet hivatott arra, hogy megvédje az egyenruhás állományt, vagy lecsapjon, ha korrupciót észlel. Most az NVS kiberfelderítési főosztályát ismerhetik meg, amely harcol az online csalók ellen, és amelynek tagjai azonnal feljelentést tesznek, ha bűncselekmény gyanúját észlelik. A Nemzeti Védelmi Szolgálat, ahogyan már a radarban többször is láthatták, a bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok mellett védelmi funkciót is ellát. Az NVS az egyenruhás és az egészségügyi állományt a kibertérben is óvja. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, mint minden más rendőri szervnél is észleltük azt, hogy gyakorlatilag ma már bármilyen bűncselekményt el lehet követni a kibertérben, sőt valójában csak és kizárólag a kibertérben tevődnek át ezeknek a bűncselekmények elkövetése. Kis túlzással az emberölésen kívül gyakorlatilag mindent, vagy már akár azt is meg lehet itt valósítani. Így szükségesnek láttuk, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat is felnőjön ezzel a feladathoz, megfelelő technológiával és tudással rendelkező egységet állítson fel, aki képes ezzel ellen, a fenyegetés ellen küzdeni. A megfelelő eszközök és kollégák tehát rendelkezésre állnak arra, hogy a legmagasabb színvonalú munkát végezhessék. Természetesen a Nemzeti Védelmi Szolgálat is rendelkezik mesterséges intelligencia alapú szoftverekkel. Kollégáik között vannak etikus hackerek is. Az eddigi kiválasztási metódusom alapján sikerült is olyan kollégákat válogatni, akik gyakorlatilag minden problémát meg tudnak oldani, és azt gondolom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiberfelderítési főosztálya ebben talán élen járó. Mi nem ismerünk olyan feladatot, amit ne tudnánk végrehajtani. A problémát gyakorlatilag úgy kezeljük, hogy hogyan tudjuk megoldani, és addig megyünk, amíg ezt meg nem történik. A kiberfelderítőknek lehetőségük van a dark webben is keresni, de nem jellemző, hogy onnan érkezne támadás. Ha a bűncselekmény gyanúját észlelik, feljelentéssel élnek a nyílt nyomozati jogkörrel rendelkező hatóságnál. A közelmúltban szereztünk tudomást arról, hogy a mai napjainkban elharapózott online csalások elkövetői már a rendőrség nevével is visszaéltek. Egy sértettet a Kecskeméti rendőrkapitányságra hivatkozva csaptak be, és lopták el a pénzét. Gyakorlatilag az észleléstől számítva egy héten belül a pénzt felvevő személyeket az illetékes nyomozóhatósággal együtt elfogtuk, és a felsőbb kapcsolatát is beazonosítottuk. Az online csalással foglalkozó bűnözők az egyenruhásokat sem kerülik el. A védett állományunkat gyakorlatilag ugyanazok a csalásformákkal támadják, mint bármely állampolgárt. Még mindig trendinek mondható a Zenideszkes vagy Teamviewer-es csalásnak hívott elkövetési mód, amikor ugye a sértettet telefonon hívják fel, és egy gyanús tranzakcióra hivatkozva kérik, hogy telepítsen fel szoftvert a számítógépére, a telefonjára, amin átveszik az irányítást, és így gyakorlatilag a netbankját leűrítve az összes pénzét eltulajdonítják. Itt mostanában előfordult az is, hogy nem csak a számlán lévő pénzt vitték el, hanem a szemfüles elkövetők még hitelt is vettek fel a sértett számlájára, és ugyanazt a pénzt is átutalták saját maguknak. Az NVS kiberfelderítési főosztályának nyomozói is gyakran találkoznak azokkal az adathalász csalókkal, akik cégek nevében kérnek banki adatokat. A kicsalt pénzt strómanok számlájára utalják, ahonnan azonnal tovább küldik, vagy készpénzben felveszik a teljes összeget. Szorosan együttműködünk a nyomozóhatóságok az NNV-vel, ORFK-val, BRFK-val, és közös megállapításunk lehet az, hogy valójában nemzetközi elkövetőkről beszélhetünk. Akiket elfogunk, azok egy része magyar, más része külföldi, de azt gondoljuk, hogy az elkövetők a bűnszervezet tetején külföldi állampolgárok állnak. Az elharapozott online csalások miatt október 4-én nemzetközi konferenciát szerveznek. Környező országok szakértőit, az Europol, illetve FBI szakértőket hívtunk meg, valamint nyilván a magyar nyomozóhatóságokat is, hogy egy know-how-t egymástól megismeressünk ki, hogyan küzd ugyanez ellen a csalás ellen, és esetleg a nemzetközi összefogást is erősítsük ezen a téren, hiszen anélkül gyakorlatilag lehetetlen ellenük fellépni. Hazánk nyomozói és az európai szakemberek is rendelkeznek olyan tudással, hogy tudnak majd újat mondani amerikai kollégáiknak.